Új korszak kezdődik az Európai Unióban, erre lehet következtetni Ursula von der Leyen évértékelő beszédéből Újhely István szerint. A politikus úgy látja, az EU-nak megjött a bátorsága ahhoz, hogy konkrét lépéseket tegyen, amikor a demokrácia leépítését látja egy tagállamban. Újhely Istvánnal beszélgetünk. Köszöntöm a stúdióban, jó estét kívánok, Újhely István. Rengeteg mindenről beszélt Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, mindent nem tudjuk nyilván végigvenni, de a legfontosabb volt pár, vagy szerintem a legfontosabb volt pár mondat, ami egyértelműnek tűnik, hogy nekünk szólt, és a lengyeleknek nem nevezte meg ezt a két országot. Azt mondja, bizonyos tagországokban vannak aggasztó fejlemények. Nekünk szólt ez? Teljesen egyértelmű, tehát mindenki számára az üzenet az, azt gondolom, hogy tiszta volt. Az Európai Bizottság eldöntötte azt, ami talán ebbe a stúdióban én is meséltem az ATV nézőinek, hogy óriási skandál van az Európai Parlament és az Európai Bizottság között, mert az Európai Bizottság még mindig nem mert valódi lépéseket tenni a demokráciát, a jogállamiságot leépítő magyar kormány és lengyel kormánnyal szemben. Mi és a helyzet azt... ezzel a vitával egyébként? Mert tényleg akkor volt itt utoljára, amikor azt mondta, hogy az EP perre is... Igen, és elég kemény szavakkal illettem az európai intézményeket. Az tényleg elképesztő, hogy valaki belülről veri szét az Európai Uniót, Orbán Viktor, ez a vírus, ez terjed, mások is szívesen példát vesznek tőle, hogyha nem állítja meg az Európai Unió. És most a mai bejelentésnek a lényege, hogy az Európai Bizottság tulajdonképpen addig vissza fogja tartani az újjáépítési forrásokat, amíg nem rakja rendbe a jogállamiságot a magyar kormány, és nem építi le. De azt eddig is tudtuk, nem? Tehát az más, mint a jogállamisági mechanizmus, nem, mert amiről most összefügg. Ön beszél, ez a helyreállítási alap. Nagyon, akkor tisztázok. Ezek mind összefüggnek egymással. Az egyik az a bizonyos jogállamisági mechanizmus, amiről tavaly decemberben született döntés, amit meg akart fúrni Orbán Viktor, ami ellen megpróbált vétózni, ami miatt megpróbálta vétózni az európai költségvetést. Ez az egyik folyamat, aminek most október elején az Európai Bíróság dönteni fog a jogszerűségéről, ugye az Orbán kormány támadta meg, és október második felében ennek a mechanizmusnak megfelelően minden európai költségvetési forrás kapcsán elindulnak az Európai Bizottság hivatalos felszólításai magyar kormánnyal szemben. Tehát ez az egyik folyamat. Ezt is bejelentette ma az Európai Bizottság, hogy néhány héten belül, mondta Ursula von der Leyen, az első ilyen konkrét felszólítások megérkeznek a kormányhoz, de ezt játsszuk le magunkba. Orbán Viktort felszólítják, hogy építse le azt az állampárti mechanizmust, amit kiépített, adja vissza a függetlenségét az Alkotmánybíróságtól, az ügyészségig, a költségvetési tanácstól, a médiahatóságig. Nagyjából erről van szó. De hát Orbán nem fogja tudni a saját lényegét, a saját rendszerét leépíteni, ezért ez egy nagyon-nagyon kemény küzdelem lesz, és gyaníthatóan el fog tartani a következő választásokig, hiszen nekünk kell majd utána rendbe rakni a jogállamiságot. A másik ilyen, de több ilyen küzdelem volt már, amit mond, hogy azt mondja, nagyon kemény küzdelem lesz. Volt sok ilyen ügy, de a végén mindig megegyeztek, és aztán jöttek a pénzek ezért, az Unióból. Ezért mondtam, hogy ez egy sorsfordító beszéd volt, mert most elkötelezte magát a bizottság, és a parlament frakcióvezetői, a néppárti frakció is, tehát a kereszténydemokrata polgári jobboldali frakciószövetség is, vezetője is egyértelműen üdvözölte ezt. Tehát elindul a jogállamisági mechanizmus, amit egyik szemem sír a másik nevet, hiszen végre az Európai Unió föllép az ő pénzéből hatalmat építő és oligarcha rendszert építő Orbánnal szemben. Másik szemem meg nyilvánvalóan sír, mert ez azt jelenti, hogy ha Orbán nem tud változtatni, nem lesz hajlandó, akkor az Európai Bizottság jogszerűen be fogja fagyasztani a forrásainkat, az Európai Uniós forrásainkat. A másik része a történetnek ezzel párhuzamosan az a bizonyos újjáépítési pénz, a helyreállítási alap, amelyre 2500 milliárd forintot kell, hogy kapjunk, aminek már itt kéne legyen 260 milliárd forint az előleg a számlánkon, a magyar kormány számláján, amit tulajdonképpen lassan a lengyelekkel kettesbe maradtunk, akiknek nem fogadta el még az Európai Bizottság az úgynevezett pályázatát, tehát a magyar nemzeti tervet jelezve. A cseheké megvan már, ugye? Ott, mert ott a cseheknél megvan, uh-huh. Lengyelek meg mi maradtunk ki, illetve van két tagország, ahol választás
zajlott, és ezért korrekten az ottani kormány azt mondta, hogy majd az új kormányzat, aki felhatalmazást kap, tegye le a nemzeti tervet. Ott viszont úgy néz ki, hogy nem fogjuk tudni megkapni ezt a forrást, mert hogy az jogszerű feltételei az Európai Bizottságnak arról szólnak például, hogy a kormány ezt ne lopja el ezt a pénzt, és erre semmi garancia nincs, hogy az ügyészség minden büntettet nyomon kövessen és emeljen vádat, nem fogja megtenni Polt Péter. Az igazságszolgáltatás függetlenül bírálja el és büntesse meg a bűnösöket, nem fogja megtenni, a magyar igazságszolgáltatás olyan nyomás alatt van, és még sok olyan eleme van, ami egyszerűen arról szól, hogy a magyar állampolgárt meg kell védeni a saját kormányzatának a túlkapásaitól. No, mondott még más is Ursula von der Leyen, például azt mondja, hogy új migrációs és menedékjogi paktumot is akar. Ez mit jelent, milyen paktumot? Szóval meglátjuk, mit fog beterjeszteni, mert sok részletet erről nem mondott. Én sokkal izgalmasabbnak találtam a magam szempontjából azt a ennél sokkal vaskosabban kitárgyalt és Ursula von der Leyen által elmondott. Ez belföldön a jövőben biztos, hogy téma lesz, ez a paktum is, meg még egyéb más is. Tehát azért kérdezem, hogy tud-e bővebbet erről? Nem tudok. A Fidesz azt mondja, hogy megint kötelező kvóta lesz. Amit a Fidesz mond, arról most már semmilyen szempontból nem érdemes odafigyelni, mert amit Dajs Tamás is ma nyafogásként elmondott a parlamentben hozzászólást, abból látszik, hogy fogalmuk nincs, hogy merre van a kilincs. Igen, csak a Fidesz van kormányon jelen pillanatban, tehát azért még arra, hogy mit mondanak, azért csak oda kellene figyelni. A Fidesz van a kormányon, de én akkor is visszatérek arra, amit szerettem volna elmesélni a nézőknek, ami nagy büszkeség, és szerintem nagy öröm mindannyiunknak, hogy ez a bizonyos Európai Egészségügyi Unió, ami itt az ATV stúdiában jelentettem be 3-4 évvel ezelőtt, hogy elindítok egy ilyen programot. Ursula von der Leyen hosszan beszélt erről az egészségügyi unióról, és konkrét bejelentései is voltak. Például az, hogy egy 50 milliárd eurós, ez felfoghatatlan nagyságrendű pénzforrás, 50 milliárdos programot indít az Európai Unió az egészségügyi az egészségügyi felkészültségünk javítására. Ezt hogy lehet, hogy fogják ezt szétosztani, ezt lehet már tudni? Pályázni kell az országoknak, vagy mindenki kap belőle? Hála az égnek, ez nem olyan pénz, amit szétosztanak 27 felé, és a kormány arra költi, amire akarja, hanem ez európai programok közös finanszírozása, és hogyha a magyar kormánynak, majd a leendő kormánynak lesz hozzá eszeme kapcsolatrendszere, de a magyar kormánynak kell olyan programokat benyújtania, amit finanszírozni lehet ebből, nem automatikusan osztják szét az európai tagállamok között. Ez is egy nagyon fontos elem, de például ma szavaztunk arról, hogy az Európai Egészségügyi Unió két nagyon fontos pontján, például a határon átnyúló járványok és betegségek megelőzése és kezelése kapcsán egy sokkal felkészültebb Európai Unió várja a jövőt. Ez azt jelenti, hogy lefordítsam magyarra, hogy az Európai Unió megértette, amit követelünk, hogy az európai intézményrendszernek sokkal hathatósabban oda kell szólnia a kormányokra, hogy egyeztessenek egymással és közös programokat indítsanak. Utolsó dolog, azt írt, hogy az Európai Parlament plenáris ülésének napirendjén is kiemelt témaként szerepel a világméretű Pegasus kém botrány. Egyrészt szerepelt, ez megtörtént-e, ez ma volt, szerepelt-e, és mit vár az Uniótól ebben az ügyben? Milyen vizsgálatot? Én meglehetősen kritikus voltam a hozzászólásomban, hiszen az, hogy az Európai Unió egyik tagállamában egy ilyen meglehetősen gyanús körülmények között beszerzett szoftverrel ellenzéki politikusokat, újságírókat, nem a kormány oligarchái közé tartozó vállalkozókat figyelnek ellenzéki meg. Politikusokat, azt muszáj javítanom, mert egyelőre Gémesi Györgyről derült ki, és én nap mint nap firtatom itt az ellenzéki politikusokat, hogy mondják már meg, hogy miért nem nézetik meg a telefonjaikat, mert akkor kiderülne, hogy valóban feltörték-e, vagy nem. Nekem sok szakember jelezte már, hogy menjek, nézessem meg a telefonomat. Miért de én sem mentem el, mert úgy vagyok fel, hogy egyébként is úgy élek, hogy felőlem lehallgathat a kormány. Legfeljebb, de hát, hogyha azt tudnám mondani, hogy egyébként sokkal, engem Újhelyi Istvánt megfigyeltek a Pegasus szoftverrel, hát akkor annak azért lenne egy üzenete vagy hírértéke. Kaphatott esetleg Varga Judit az én telefonom lehallgatása kapcsán, ha történt volna ilyen, mert hogy nyilván az ember nem kamerák előtt ül, akkor cifrább véleményét fogalmaz meg a magyar kormányról. De egy tény, hogy én arra biztattam az európai
Uniót, menne a bizottságot, hogy miután az egyetlen tagállami kormány, amelyiket érint a botrány, hogy ő vásárolt valószínűsítetően ilyen szoftvert és használta, tény, hogy egyébként megnövekedett a lehallgatásoknak a száma, hiszen ez be is vallotta a kormányzat, hogy azonnal valami fajta vizsgálatot indítson, mert egyébként ez is a jogállamiság. De tud valami fajta vizsgálatot? A szolgálatok működése abszolút nemzeti hatáskör, nincsenek közös szolgálatok, együttműködni működhetnek. Nem véletlenül megmondom az összefüggéseket, akkor, amikor például az úgynevezett jogállamisági jelentések az asztalon lesznek, amiről beszéltünk a 7 perccel ezelőtt, akkor abban már egy fejezet lesz az, hogy van egy olyan tagállami kormány, amelyik teljesen az uniós értékektől eltérve a saját polgárait úgy hallgatja le, hogy annak semmi köze a nemzet biztonságvédelméhez, itt egyszerűen a politikai kártyavár összeomlásától fél Orbán Viktor, és ezért próbál megfélemlíteni ellenzéki szereplőket. Köszönöm, hogy itt vagy. Én köszönöm a lehetőséget.